Ez a bájos kisfiú Orosz Alex. A 3 hónapos legényke születésekor jobb karjának idegei károsodtak, mozgatni sem tudta. Neki majd a idegeket fogják műteni, a lábából fognak ideg- és izomrostokat transzplantálni, és ezekkel próbálják a kiszakadt és sérült idegeket helyreállítani, majd a későbbi rehabilitáció érdekében. Akarba, hogy ugye, hogy újra tudja használni majd a kis kezét a hétköznapokba. Egyedül Bécsbe találtunk a Milézi Centert, ahol teljes mértékben el tudták vállalni a kisfiúnak a műtétjét. November 7-én fog megtörténni a műtét, és azért kezdtük el az adománygyűjtést, hogy addigra a műtét és a rehabilitáció árát össze tudjuk kisfiunk részére gyűjteni. Élete első 3 hónapjában Alexet kórházról kórházra vitték szülei, hogy az idegkárosodásra megoldást találjanak. Az a baj, hogy ugye 1 éves korára kifejlődnek az idegek, és ha ezek kifejlődnek, akkor nincs lehetőség megműteni, hiszen nem fog együtt nőni ugye az idegszál a pici babával, és emiatt sürget az idő, hogy mi hamarabb ki tudjuk vinni, és mi hamarabb meg tudjuk műtetni. A bécsi műtét és a beavatkozást követő rehabilitáció költségei messze meghaladja az orosz család anyagi lehetőségeit, így kénytelenek voltak segítséget kérni. Kisújszállás lakossága azonnal a család segítségére sietett, és gyorsan össze is gyűlt több mint 3,5 millió forint, vagyis a szükséges összeg hatoda. A múlt héten helyi és környékbeli vállalkozók és sportolók látogattak el Orosékhoz. Ez igazán nem egy vállalás volt, egy baráti invitálás, egy segítség, de első szóra, első alkalomra tényleg mondhatom azt, hogy mindenki mellé állt. Én nagyon szeretek segíteni, karitatívkodni, legyen az év bármelyik hónapjában, napjában, nem csak évvégén. Ugye általában az embereknek évvégén, karácsony tájékán nyílik meg a szívcsakra, ott jobban segítenek, vagy adományoznak, vagy tényleg részesítenek előnybe, akár egy szegényebb családot, vagy egy sérült, egy beteg gyermeket. Nekem ez évek óta, ugye sokan nem tudják, de én a Pacidoki Alapítványnál terápiával is foglalkoztam, lovas terápiával, és hát sokan nem tudják, hogy én is egy 10 gyerekes családba születtem. Most itt öcsémmel látogattunk el ide, ehhez a kis családhoz, és tudjuk, hogy mit jelent az, hogy segíteni valakinek, tudjuk, hogy mit jelent az, hogy egy segítő kéz, vagy egy pici kis figyelem felhívás, mert nagyon sok olyan jó ember van, aki tud és lehet, hogy akar is, vagy akar segíteni, csak nem tudja éppen, hogy mire lenne szükség a családnak, és hát így jöttünk el mi is ide, hogy egy kis hírverést, vagy egy kis reklámot csináljunk annak, hogy miről is lenne itt szó, és tényleg első alkalommal ugye vannak itt küzdősportok, vannak labdarúgók, ugye Peti is első alkalommal beleállt, az öcsém is így az edzőtáborból hazaesve, még délután a judószőnyegen volt tegnap, és ma délelőtt, és abban a pillanatban mondom, hogy már bemenném, és hogyha egy poszttal, vagy valami kis reklámmal, vagy téged is rengetegen követnek, akkor esetleg, hogyha tudunk segíteni ennek a családnak, vagy felhívni olyan ember figyelmét, aki tud segíteni esetleg, akkor miért ne? És egyszerre mindannyian autóba pattantunk, és tudod, tényleg itt Antal Zoli barátom meghívására, kezdeményezésre jött ez a gondolat, jött ez az ötlet, fogalmazódott meg, és hát tényleg azt mondom, hogy itt ez a kis csapat, aki most ezen alapon szabaddá tudta magát tenni. Ha egy kicsit talán több időnk van, akkor egyéb más emberek is nagyon-nagyon szívesen segítettek volna, akár sportoló, akár közéleti személyiség. Most ez a kis csapat próbált eljönni. Az ungvári szülők 10 gyermeket neveltek fel, így az élsportolóvá lett fiúk pontosan tudják, hogy milyen erő rejlik abban, ha nehéz helyzetbe került hozzátartozón, baráton kell, lehet segíteni. Ezért egy percig sem gondolkodtak, félbeszakították a tatai edzőtáborozást és kisújszállásra indultak. Edzőtáborból érkeztünk tegnap Tatáról. Természetesen ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ahogy hallottam most így félfüllel, már a bátyus is említette, hogy egy nagyon nagy családban nőttünk mi is fel, ahol nem feltétlen volt mindig kolbászból a kerítés, és azt gondolom, hogy édesanyánk is mindig szívesen vette az ilyen kis segítségeket, és mi is megpróbálunk most lehetőségeinkhez mérten nyilván visszaadni mindent, amit azt a sok jót, amit mi is kaptunk az élet során, illetve hát nekem van egy személyes tapasztalatom is ezzel kapcsolatban. Nekem is egy picit úgy az élet megfricskázta az életemet, és akkor voltak olyan kedves emberek, akik ebben a nehéz helyzetben segítettek nekem, és
ez azt gondolom, amikor Kurai Laci barátom szólt, hogy van egy ilyen lehetőség, és lehetne segíteni, akkor mindenki tényleg együtt és válvetve, akkor rögtön azt mondtuk, hogy jövünk, és természetesen, ahogy a lehetőségünk engedi, akkor próbálunk segíteni nekik. Karcagi és kisújszállási vállalkozók is Alex mellé álltak. Részint saját adományaikkal segítve őt a gyógyuláshoz, részben pedig üzleti kapcsolataik figyelmét is felhívták arra, hogy egy 3 hónapos kisfiú és családja bajban van. Istennek nagyon sok barátom van, nagyon sokat összejárunk, több helyen is össze szoktunk találkozni, illetve Badalik Szabolcs barátommal korábban már vettünk részt ilyen jótékonysági eseményen, és akkor ők kértek meg, hogy próbáljak segíteni és csatlakozni hozzájuk. Így most én kerestem meg őket, hogy akkor most ők segítsenek nekünk, és akkor ők álljanak ebbe a dologba mellénk. Igazából első szóra mellénk álltak, tehát nagy kérés nem volt a dologból, mert azonnal mondták, hogy szívügyük és csatlakoznak. Bár a sportolói, vállalkozói adományok is sokat jelentenek, önök is hozzásegíthetik Alexet a gyógyuláshoz, az orosz családot pedig a boldog teljes élethez. A képernyőn olvasható számlaszámra utalva a legkisebb összeg is közelebb viszi orosékat a bécsi műtéthez. Alexet pedig ahhoz, hogy néhány hónap múlva már a jobb kezével integetve, mosolyogva köszönhesse meg a közösség segítségét. A számlaszám 1174-50-80 kötőjel 1540-87-10 kötőjel 0-21-30 000. Közlemény, segítsünk Alexnek!